Ismételten nagy szeretettel köszöntöm a tükör, vagy amit akartok hallgatóit. A múlt heti adás folytatása lesz ez a mai. Horkai László ugyanis olyan büszkesége Kárpátaljának, akinek olyan tartalmas élet van már tarisznyájában, amit egy műsoridő alatt nem tudtunk közölni. Laci bácsi történelmi tudása, zenei képzettsége, világjártassága és legfőképp élettapasztalata mindnyájunkból elismerést vált ki. Vitalitása, iridlése méltó. Horkai Lászlóval készült riport folytatását hallhatják a következőben. Ha jól értem, nem volt az annyira egyértelmű, hogy beszélgetés elején említette, hogy 16 nemzedék óta lelkészek a felmenők. Akkor mégsem volt olyan egyértelmű, hogy Laci bácsiból is lelkész lesz? Hát én készültem arra, hogy Isten elhozta az időt, amikor megnyitotta a kaput. Hát hiába fogjuk dörömbölni a kaput, ameddig meg nem nyitják. Nem volt lehetőség lelkésznek menni tanulni, mert még a határon nem engedtek át nekem még útlevelet se, tehát 5 évig nem kaptam vízumot se, meghalt a nagybátyám, meghalt a nagynéném, és nem engedtek a temetésére. 81-82-83 az a tudományos ateizmus volt, korábban volt a harcos ateizmus, most meg a tudományos ideológiával akartak az embereket meggyőzni, és én mindig tudtam, hogy ez meg fog bukni, mert nagyapám azt már megmondta, hogy minden nép, amely Istent nem szolgálja, az elvész. Na, akkor kezdem azzal, hogy lelkész lettem, de hogy jelentkeztem Forgon Pál püspöknél, hogy szeretnék lelkésznek tanulni, mert hallottam, hogy most vesznek fel lelkészt, amikor egy lelkész meghalt, vagy pedig kiment külföldre lakni, akkor helyébe fel lehetett venni 2 évenként egyet. Kovács Zoltán beadta kérvényét, hogy megyen Bégányi pap volt, megyen külföldre, mert öreg, a felesége beteg. Ez is egy hosszú történet, mindent le kéne írni, tetszik, mert ez egyháztörténelem, nem az, ami a papírokon van, hanem ami a fejben van, az az egyháztörténelem, ameddig élő emberek vannak, tőlük is sokat tanultam. Nekem mind elmondta, úgy tanultam, hogy felvettek engem február 17-én tanulni. De azt mondták, vasárnap már még 6 faluba prédikálni, mert egy lelkész elutazott, és helyébe kell menni. A sofőr ott fog várni téged Szürtén, és elvisz mindenhova. Te készülj, hát nem tudok prédikálni, majd beugrol a vízbe, és fogsz úszni, fogsz kapálózni. Apád, pap, kérdőnek tudod is, hogy kell prédikálni. Hallottam, tudtam, hogy hogy kell lelkezni, bevégezni, tehát egy igét megmagyarázni, hogy azért kell felkészültség. Édesapám azért segített ebben, és vasárnapra felkészültem, felültem vonatra, megérkeztem Szürtére, akkor még csak tanultam. 9 hónapig tanultam. De minden vasárnap más lelkésznél kellett prédikálni. Úgyhogy egyből bedobtak a vízbe, a teológusok ugye elvégzik a teológiát, és közben egy-egy legációba elmennek ünnepre. Én pedig minden vasárnap és mindig más lelkésznél, és azokkal el tudtam beszélgetni, elutaztam Oroszi Pálhoz, ő már akkor szolgált, Vas Józsefhez, Técsőre, mentem Sáros Orosziba, ott szintén papistán volt a lelkész, 6 faluba végig kellett prédikálni, és Forgon Pál többször meghívott az ő gyülekezetbe, ő Asztélyba volt, Beregszászba és Kígyóson, és mindig tanácsokat kaptam tőlük, mind megmondta, hogy mi volt jó, mi volt igazítani való, amit nem kell mondani, hogy hogy kell felolvasni még azt az igét is, nem hogy írva található, hát abban mindent itt-ott meg lehet találni, nem írva van, azt mondja, az megvan írva, és az változhatatlan. Nem, hogy keresünk, mint a fák között a gombát, az nem úgy van, hogy csemmegézünk a bűbe. Az megvan írva. Jézus mindig ezt mondta. Sok mindent elmondanék a fiatal lelkészeknek is, mert arra nem tanítják meg a teológián, hogy hogy kell prédikálni. Mert nekünk ez volt a cél. Te igét fogsz hirdetni, és mindent tanulj meg, hogy hogyan adod át. Ha öreg nénik vannak, öreg bácsik, akkor ne a latin meg héber szavakat magyarázd, hanem mondd meg, hogy ő megértse, és el tudja mondani az unokáinak. Meg gyerekek vannak ott, ha kijön a gyerek a templomba, el tudja mondani, hogy miről szólt a prédikáció. És az a legdrágább prédikáció, amit egyszerűen mondunk kell. Olyan magyarul, hogy ahhoz nem kell kommentár, nem kell hozzá írásmagyarázó szótár. Végig prédikáltam, 1 falu kivételő Bátfán, akkor templomot javítottak, amikor ott kellett volna prédikálni, de ott is 8 faluja volt Szabó Géza esperesnek, és 7 faluban voltam, Pallón, meg Minajba, Tarnócon, mindent Ungvár végig prédikáltuk, és volt, hogy Oroszi Pálnál neki 8 falu volt. Elkezdtük valahol reggel Újlakon, mentünk végig, Királyháza, Szőlős Gyula, Akli-hegy, mentünk Nevetlenbe, és már azt sem tudtam, még faluba vagyunk, csak vitt a kocsival, fel a szószékre, enni is érkeztünk, este 8-ra értünk haza, és reggel 8-kor kezdtük, hát 8 faluba elég prédikálni, és az embernek ott koncentrálni kellett, hogy kéne hagyjon valamit abban a prédikációban, mindent oda kellett figyelni, fárasztó volt nekik is a munkájuk, azt mondta, akkor Vas József, ez nem is lelki szolgált, ez lelki favágás, amit mi csinálunk, azt mondja, mert most már a lelkész elmegy templomba, elmegy a prédikációt, hazamegy megebédre, és az délután mennek az anyóst meglátogatni, ilyen kényelmes az életük, ugye ahhoz képest. Bejöttek a bibliórák, amikor már szabad volt tartani, akkor hétfőn biblióra, kedden presbiteri biblióra, szerdán a fiatalházasoknak, csütörtökön megint volt nőszövetségnek, utána pénteken énekkarpróba, szombaton a konfirmandusokkal, de 2 csoportba, és arra mindre felkészülünk, közben temetések. Hát az 5-6 faluba ott volt 135 temetés, és ugye volt olyan nap, hogy 3 temetés, 2 vagy 2 temetés.
minden napra volt feladat, meg elkezdtek jönni a külföldi vendégek. Aztán mindenki nálunk kötött ki, mert 46 éves koromban kezdtem angolul tanulni. Kaptam Szabó Dániel-től két kazettát, Lukács evangéliumában, és néztem a magyar szöveget, és hallgattam a angolt, hogy tudjam körülbelül következtetni, hogy ez mit jelent ott az evangéliumban. Aztán akkor, amikor már könny nélkül tudtam azt az evangéliumot is, akkor kezdtem BBC-t hallgatni. Nyelvtant nem nagyon tanultam, de utána kellett utazni. Ki tud angol? Senki nem tud angol. Jött 94-ben a Református Világszövetség 22 tagú küldöttsége Beregszállba. Hát meghívtak valakit Cambridge-be, ott van Európa területi konferenciára. Hát nem tud senki. Hát azt mondja, hogy te tanulsz angol, menje. Jó van, elvállalom, de útközben még fogok tanulni. Megírtam magyarul. Budapesten, a kis Kósziában tanult most a Károly Gáspár Egyetemnek a dékánja, Balla Péter. Azzal találkoztam, és megkértem, hogy fordítsa le nekem angolra. Még odaértem magyar betűkkel a kiejtést, és hogy kék, mert azt kellett nekem felolvasni. Hát jó volt, mert megértették, megtapsolták. És aztán minden este bementem Cambridge-be a könyvtárba, és kutattam, mindig olvastam könyveket. De ami engem érdekes, angolul ott is gyakoroltam, meg mindent kérdeztem, mit, hogy kell hívni, hogy kell köszönni, és Kocsis Elmér püspök is utazott velem, és útközben sokat tanított engem, a repülőről leszálltunk egyből, megmagyarázta, hogy hogy kell megkérni valakit, hogy excuse me, nem szabad csak neki menni az embernek, azt mondani kell, hogy bocsánatot kell kérni, be kell mutatkozni esetleg, hogyha idegen helyen vagyunk, és akkor eljön László Horkája. És akkor már most van a gánai prédikáció is felvéve, ugye, amit ott tartottam, azt mondta Tani bácsi, perfekt, angol minden voltam Kanadában, ott is prédikáltam, meg Amerikába, Ligonírba, Lelkész Egyesületem, mert ott angolul kellett prédikálni. Elmertem vállalni, elkészültem vele minden, meg most már olvasok annyi kommentárom van angol nyelven, egy egész szekrényen teszültem, mert gyakoroltam. Hát nem is hiszem, hogy most koreai nyelven írni, olvasni megtanultam. Egyszer hallottam a rádióban, és zenét mondtak, azt mondja, ez az ejtőernyés himnusz. De gyorsan kijöttem, ameddig nem felejtem el, húztam kottak papírok, aztán beírtam az összhangot, és minden úgy fejbe, úgy, mint a Magnóra, úgy felveszem. Voltam Péterváron, és ott laktam egy koreai asszonynál a lakáson, és neki volt koreai ABC-re, és akkor elmondta a betűket. Tehát a hangul ABC-re, az 600 éve különvállott a kínaiaktól, tessék, így kell olvasni. Ez a C, ez az A, és nagyon egyszerű, olyan könnyű, azt hittem az olyan nehéz, mint a kínai. Most tessék, nézni. Nem, tényleg ez egyszerűnek tűnik. Így van egy vonás, ez I betű. Ide teszük, ez A. Hogyha így lefordítjuk, ez U betű. Így O betű. Itt van ez, akkor ez já, már kettő van. Ez, ha itt U betű, ez jó. Tehát meg kell, ez szaranén, ondená, orácsemko, szaranén, ondená, anyuhamjo. És hogyha majd felül így van, ez pedig cső. Nem nehéz, mert csak azt kell tudom, hogy hogy van fordítva, mert a más hangzó ká, ná, dá, rá, má, bá, szá, á, így. És nagyon könnyű megjegyezni, mert csak forgatják, és akkor lefel mindent, itt vannak az ABC. Koreai jó se tudnák már eladni. Hát, anyuhasza, jó, majd tudok köszönni, meg amit keresetni. Bulgonyi, hogyha ételeket meg kell tanulni. De sok minden, ami nyugatra van, az ugyanúgy mondják, hogy a banána az banánt jelent, csak a bövetőt nem mondják, úgy csak bövetőnek mondják. Rögtönzött koreai nyelvtanóra a friss tudással rendelkező 70 éves Horkai Lászlóval. A továbbiakban a lelkész évek kezdetéről hallhatunk.
1981. december 27-én volt itt Göncz Pál tiszteletesnek a temetése. Akkor összejött a püspök, összejött Stefán Miklós, mindenki itt volt, aki Szabó tiszteletes akkor már nagyon beteg volt, és ő kérte, hogy ő betegszabadságot vesz ki, lemond, még az esketéseket elvégzi, de már temetni nem tud. Somba is járt, de Sombat átadja mást, de itt csak meg Dobrony lett volna. Én csak az igehirdetést vállaltam, édesapám temetett, így jött ki. És akkor itt megegyeztünk, hogy új év első napjától 82-től megyek Csabba, Eszenybe, meg megyek Szalókára, meg Dobrinkba. De Szalókán utána maradt tovább kísérni, mert nekem nem volt transport, kocsim nem volt, hát akkor kijött úgy, hogy Dobrinkba elvégeztem 10 órakor, de akkor már korábban kellett végezni 9 órakor, és akkor elmentem a busszal Csabba, onnan busszal Eszenybe, akkor kigyalogoltam a főútra, és ott stoppal hazajöttem, és itt volt délután 5-kor az Isten tisztelt. De mindig jött, mert ott keresztés, és ott az a 15 perc be volt kalkulálva. Csak télen volt rossz, amikor nagy hó volt, és akkor kimaradt a transport, akkor kellett, volt, hogy traktorral mentem Eszenybe, mert nagy hó volt, meg kihúzottak, már 83-om kocsim is lett májustól, kocsommal vettünk egy Moszkvicsot, és azon jártam utána 7 évig, de ez mind más lopra tartozik a szolgálattal kapcsolatban. Én nem vettem észre, hogy az nekem olyan nehéz, vagy valami, mert egyszerűen csináltam a dolgomat, és örültem, hogy el tudtam végezni. 82-ben már itt voltam, úgyhogy ide is költöztem. 7-én a családot is elhoztam Szernyéről. Egy albérletbe egy szobát befűtöttünk olajkájával, és 10 fokra fel tudtuk fűteni, és összebújtak a gyerekek az anyukkal, én meg a konyhába aludtam egy dikón. Tehát itt akkor már 81. december 13-án beiktatott engem ide forgonpüspök a gyülekezetbe. De úgyhogy Ex-Schmidt, tehát palástviselése felhatalmazott, mert csak segédlelkésznek lenne szabad, de nincs, aki végez a szolgálatot. Most kiválóan mindenkinek 6 faluban, 4 csapám is 3 faluban járt, már akkor idős volt, már 68 éves volt akkor is, amikor én ide jöttem. Édesapám akkor azt mondta, a fiam, amiben tudok, besegítek. Ha úrvacsorát kell osztani, akkor elmegyek neked segíteni, kiosztani azt is. Tehát ő temetésekbe besegített, meg tanácsokkal ellátott, nagyon nagy segítség volt édesapám, akkor meghalt, át kellett venni Szernyét, és volt egy kis szórvány, Oncsának hívták, az most Tiszaúj falu nevet kapta, mert most már falu. Oda is Eszeny mellett bejártam, de csak temetni, meg úrvacsorát osztani. És láttam, hogy ott sok a gyerek, mert elég sok gyerek született, és azok a gyerekek nem tudnak Eszenybe járni hittanórára, meg konfirmandus órára. Mondtam nekik, hogy csinálunk akkor háznál egy kis konfirmandus csoportot. Összejöttek a gyerekek, éneket tanultunk, beszéltem a Bibliáról, először Szaniszló Andrásnénál, utána bejöttek a felnőttek, és a szomszédok is eltöttek, már teli volt, akkor két felosztottuk, a felnőtteknek külön csináltunk, külön a gyerekeknek. De Kacsari János bácsinál jártunk mindig az úrvacsorát tartani. De amikor már nem fértünk ott a házba se el, akkor találtunk egy üres simítót. A Dohány simító nyáron üres volt, és tartsuk ott az Isten tiszteletet. Ilyen lócákat vittünk oda, a Dohány simító asztal, az volt szószék, ott tartottuk a vasárnap Isten tiszteletet, és hétköznap minden szerdán volt Isten tiszteletet. Akkor azt mondtam, hogy kéne egy templomot építeni, de hát miből? Akkor mondom, az első téglát le kell tenni, azután már jöhet a következő tégla. Nem mondom, tessék, voltak ott Orkér László. Volt akkor valami 600 rubel, letettem így. Akkor Európa Komisszió itt látogattak, 189 rubel, megmaradt nekik a átadott pénzt, odaadták. Egy Fagyei nevű embereknek Bibliát küldte, nem inkább felajánlott, hogy valami egyházi célra küld, postán küldte 100 rubelt. De Molnár Andrássy kikopta az első nyugdíját, 10 rubelt adott belőle. Bahus Piroska Izsnyétérő küldött 10 rubelt. Itt gyűjtöttünk Szernyén, szőlősen gyűjtöttek, megvettük a követ, abból egy fundamentumot csináltunk. Két év múlva jöttek hollandok, azt kérdezték, hogy mi akar itt lenni. Mondom, templom. Hát, hogy ilyen időben, akkor bukott meg a rubel. 90. október 20-án volt a kezdeményezés, és 91-ben már készített a fundamentum. Utána azt mondtam, hogy a Jeruzsálemi templomot 46 évig építették. 46 év múlva ez is kész lesz, hogyha nem hagyjuk abba. Egy vasárnapi gyűjtésből kijött a tégla. Magyarországra hoztunk át téglát, jött egy Péter bácsi, aki a árvaházat támogatta, az megvette a tetőanyagot. Fát, meg a plehet. Na így kezdődött ott is, de a gyülekezet már volt. Megvan a templom, most lelkész, van paruk is van, Stefán Zoltán ott a lelkipásztor. Ez mindössze kell gyűjteni, mert az utókor nem fogja tudni 20 év múlva, mi történt itt Kárpáten. Még arról tessék mesélni, és akkor jött a püspökség. Itt először Esperesnek voltam választva 91-től. Akkor itt 22 gyülekezetben 4 lelkész volt. A 4 közül engem megválasztottak, és akkor lett megválasztva Katkó László főgondnoknak. Akkor ismerkedtem meg velő, Szürtei lakos volt, ő most az árvaháznak az igazgatója. Akkor nem is volt kibe válogatni. Kevés olyan férfi volt, aki tudott volna világi oldalról segíteni. De őnek az anyja hívőasszony volt, ő Csapon, mindig járt a templomba, Szürtiről oda bejárt Csapba, és már a 11 évből nekem segített a benzinköltségre, mert engem vitt
vittek oda, nem volt kocsim, és 15 rubelért vitt mindig egy-egy fiatal ember Csabba, és több volt a benzinköltség, mint a fizetés, tetszik tudni, és akkor ők ezt tudták, és aki hívő asszonyok voltak, 11-ből mindig 10 rubeljével bepótoltak. De ez nagyon jó volt tőlük, és Isten megáldott ezeket az asszonyokat, mert mindnek a gyereke jó, nekem meg vannak áldva, és egyházi munkába dolgoznak, mert ő nem feledkezik az övéről. Édesapám is, amikor még el volt mozítva a lelki szállásból, csak méhészkedett, meg sejemhernyót tenyésztett, meg a kolhozba ment kapálni, téglagyárba járt dolgozni, akkor is, ha kipergett a mézet, abból egy üveget külön választott, a tizedét is elvitte, szőlőse odaadta az özvegy asszonyoknak, vagy pedig akik hívők voltak, a férjeik Szibériában voltak, azoknak odaadta a tizedet, mindig levette, és édesapám, Isten mindig megsegítette, mert ő soha nem lesz szegény, mi nem haltunk éhen. De ez nagyon fontos tudni, hogy mi az Úrnak adunk kölcsön, amikor irgalmasságot cselekszünk. Mert ha itt a földön elvette valaki a jutalmát, odaad nem lesz jutalma. Itt mindent úgy kell cselekedni, az akár eztek, bármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére tegyetek. És annak mindig áldás lesz. Azt soha nem fogunk elfáradni, ha kötelességünket csináljuk. Akkor éjszak is fel tudunk kelni, mint az anya a gyerekéhez felköl, beteg, meggyógyítja a gyereket, eteti és tisztába teszi, de sose kér tőle jutalmat, nem is vár viszonzást, hanem szeretetből teszi, és ez kötelesség az anyának. Tehát mi a munkánkat végezzük, nehogy azt gondoljuk, hogy ezért Isten tartozik nekünk. Mi szorulunk rá, ő rá, hogy adjon erőt, meg egészséget, meg tőle kapjuk úgyis az áldásokat erre a munkára, minden munkánkat megáldja, hogyha hitből csináljuk. És akármilyen belekezdünk, ott mindig eredmény lesz. Nem hiába a ti munkátok, az Úrban mondja Pál apostol. Amikor 4 év eltelt, akkor lett egy kis lélegzetvétel idő, 90-től 98-ig, és akkor sikerült befejezni a Árvaházat 95-ben, december 1-én, a gimnázium beindult 95. szeptember 1-én, de megelőzte egy kis szervezés, külföldi kordulótra kellett menni, meg levelezni, meghívni szponzorokat, hogy az alapkövet letenni, legalább, hogy tudjuk, hogy egy évre mi kell is csinálni, tonterveket, minden Orosz Ildikó, ugye meg kell őt említeni, hogy segített az épületet kölcsönbe ideadni, 5 évre használatba segített a tantervet megcsinálni, őt meg kell becsülni. Én azt mondom, hogy ilyen kevés van, mert a pap az csak a holta után jó. A pap az mindig köteles mindent csinálni, de elfeledkeznek arról, hogy meg is kellene azt becsülni. Ameddig dolgozik, addig lehet, hogy még törődnek, utána már el is felejtik. De nem baj, azt mondja az Úr, én terület el nem feledkezem. Mert azért még most is tudom, hogy van feladat, és meg nyugdíjasan is kell dolgozni, és az igét hirdetni, és innen nincsen nyugdíj az ige hirdetésből, mert mindhalálig hűségesnek kell lenni, és nem csak 70 éves korig, és az embernek, ha már a feladatot ad Isten, akkor azt el kell végezni, hogyha nem is fog lefeküdni éjfélig. Mindig holnap szoktam lefeküdni, mert még levelezés, meg kell tanulni is, most is tegnap nem tudtam menni, csak éjfél után aludni mindig, mert annyi befejezni való van, hogy nem érkezek. Amikor irgalmasságot cselekszünk, az Úrnak adunk kölcsön. Horkai László püspök úr hitről, életről, munkáról, templomépítésről, liceumalapításról, lepramisszióról. 98-ban, itt még Dobrinyban lepramissziót is hoztunk létre, küldtünk az Asztrányi Leprakórházba csomagokat, egy 8 kilós élelmiszer csomagokat, meg szappan, törülköző, mindenben volt csomagok, sokat. Akkor itt 49 ezer orosz biblia átment Dobronyon keresztül a postán, zsákokba raktuk a sok bibliát, címeztük. Nekem van egy egész szekrénnyel csak levelek, meg címek, amit kaptunk a volt szovjetunió minden területéről, Magadántól kezdve, Lembergig, meg Krím, Kazasztán, mindenhonnan, meg a tagköztársaságokból, Üzbegisztán, Tadzsikisztán, mindenhonnan külön raktam a leveleket, beborítékoltam, és még ezeket a leveleket most is megtalálom valahol, is viszem a helyére, mert mindent megőrzök. Az utókornak kell ezt tudni, hogy mi történt Kárpátalján. Aztán 95-től még, hál' Istennek, sikerült Szolyván megindítani a gyülekezetet. Valamikor magyarok alatt
volt, csak megszűnt, amikor bejöttek az oroszok, és akkor ott temettem egy Gerzsényi Zoltánt, és ott láttam, hogy mennyi magyar van, volt kinek énekelni, ott is mondtam nekik, hogy lehetne csinálni egy istentiszteletet, mondták is, hogy majd szólnak, amikor meg lehet szervezni egy helyen, és szeptember 1-től az óvoda üres lett, mert megszűnt a vegyi gyár. 95-ben mindent szétrúgtak, ugye a Szovjetunió megbukott is már mindent, ki, aki bírta Marta, és a óvoda nem kellett nekik, de a gyerekeket nem tudták hová tenni. Hát úgy adták ide az óvodát, hogy mi ott a gyerekeket tartsuk el, és közben megengedik, hogy ott tartsunk istentiszteletet. És szeptember 1-én megindult az első istentisztelet, és azóta minden vasárnap meg van tartva. És már a 20 éves jubileumot is megünnepeltük. Amikor megválasztottak püspöknek, akkor keves időm volt a családdal törődni, mert minden héten kétszer be kellett menni fogadónapra. Jött két árvíz, végig kellett látni a gyülekezeteket, Visptől kezdve Mezővári, Bökény, az építkezésekre odafigyelni, feljegyezni, kéréseket továbbítani, küldeni oda valakinek segélyt vagy munkásokat. 50 munkás dolgozott Dobronyból egész évben ott 98-ban, Tiszabökénybe is ott. Templomot is ki kellett javítani, parókiát kellett építeni, 90 házat fel kellett építeni, Váriban 400 házat kellett felépíteni, és az mind munkások csináltak. Befejeződött december 1-ig minden ház. Ha nem is teljesen, de kívülről még nincs kipuszolva azóta se, de már beköltözhettek az emberek. Akkor ez nagy feladat volt szintén, és sok külföldi vendég érkezett. Elkezdődött a testvérgyülekezetek kiépítése, Kolozsvár, Éjjelfalva volt esperésre találkozó, meghívtak Hollandiába, Skóciába, Angliába, állandóan kellett külföldre menni, repülni, Kanadába, még Izraelbe is voltam, Görögországba, ott végigutaztuk, Korintus, Tesszalonika, minden megnéztük, hogy Pál apostol merre járt, és az nekem iskola volt, tanultam, ugye megnéztem, ugye hol volt Kapernaum, ott a zsinagóga romjai között láttam, hogy hol volt az a kőpadolat, ahol Jézus prédikált, milyen történelmi helyek ezek, aztán Golgota hegye, ott Jeruzsálemben, a Szent Sír, mindenütt a Holtengerig is elmentem, láttam azokat a barlangokat, hogy Dávid bújdosott a régi romokat, Megidónak a romjait, ezt mind végigjártuk. Lassabban kéne ezt elmondani, hogy maradjon is meg belőle valami, de én nekem nincs lehetőségem ezt elmondani, hanem valakinek szépen lediktálnám a születésemtől fogva. Még a saját keresztelőn is részt vettem, ugye egy hetes koromban már, ugye a virágvasárnap, március 18-án volt, akkor születtem, és utána a gyermekkoromról lehetne regényt írni. Hát az egy külön érdekes az a fatengélyes világ, mi ott az udvarunkon tilolták a szözt. Mentünk kendert áztatni, nyakig a vízbe, a gyerekek kevítették be a kendert. Piósza beragadt az embernek a lábába, tán az ólaba, Kovács Mihelybe, ott lebzsáltunk mindig, mert érdekelt, hogy hajlítják a vasat, tüzesítik. Minden szerettem megtudni, és érdeklődtem minden iránt. Minden udvarra felmentem, megkérdeztem, ki lakik itt, hogy hívják a nénit. Mindent meg akartam, annyira kíváncsi voltam. Szóval a gyerekkoromban meg is maradt sok minden, akkor tanultam sok mindent is. Az öregekkel beszélgettem a lágerről, hogy mi volt ott, mindent elmondtak, és ezt most is még higgyel, arra is emlékszem, amikor szoptam. Édesanyám megszoptatott, mert sírtam este, mert hideg volt, hogy féltem, és akkor ő megszoptatott. Lehet 2 éves lehettem esetleg, de emlékszem. Oda jártak az asszonyok énekelni, a férjek a lágerbe voltak, és oda összejöttek, és ott hallójukat énekelték, és azt hitték, hogy nekem fáj valami, mert elkezdtem sírni. Nem azért sírtam, hanem amikor elkezdtek énekelni, a szívem még jutott az ének is. Én az zenére mindig elérzékenyült. Hát hogy ne? Olyan, mintha amikor 2 évesen leült az orgonához tanulni, és azóta is érdeklődik, most 70 évesen sem néz másképp a világra. Én, ha nem néznék tükörben, nem tudnám. Én kisgyerek vagyok, 7 éves kisgyereknek érzem magam, minden érdekel, és megyek nekem, csinálni kell mindig valamit, de ha még az utcán is megyek, akkor az ujjam mozog, még azt is próbálgatom az ujjamat, hogy menjen. Kapcsolatban minden az aggyal. Mindig valamit kell csinálni. Megtanultam neccelni, ilyen függönyeket csináltunk. Az egész család az csend, abból éltünk, mert télen délután necceltünk. Édesapám az alapot csinálta, én vartam ki a rózsákat benne, minden. Piri néni vitt a piacra, eladna azt 10 rubel, cipőt vettünk belőle. Tehát nagyon összetartott a család. Édesanyám meg mindenhez értett. Jó, hát még olyan dolgok is minden fel van jegyezve, még eltettem, hogy kell mézes csinálni, akkor hogy kell vilmos kekszet. Felírtam még a halálos ágyam, 92 év volt, és édesanyám, tessék elmondani, hogy kell pozsonyi kiflit. Le is rajzoltam, hogy kell. Nem tudom, mi kell benne, fejből tudott mindent. Hát édesanyámnak olyan feje volt, ő göncilány volt, kistárkányi gönciek, ezek mind olyan értelmiségek voltak. Amikor püspök lettem, azt mondta Hegedűs Lórántnak a felesége, csináltassak egy életnagyságú képet, tegyem ki a hálószobába, hogy a feleségem lásson valamikor. Mert nézze meg a képen, nem leszek sokat itthon. Úgy is volt, hogy egy hónapra el kellett menni. Akkor Svájcba is meghívtak, 14 helyen prédikálni kell, végigutaztuk, de most is előttem van Freiburg, Bern, Basel, Lützen, ott a Németországban,
ahol meghalt Gustav Adolf, ott is a csatatéren mindent megnéztem, amit a múzeumban, most is előttem van, hogy emlékszem mindenre, mert hál' Istennek jó fejem, nem ittam el, és ott is Svájcba elvittek rétoromán területre, Szagonyba. Ott találkoztam először olyan gyülekezettel Szagonyba, hogy a gyülekezet négy hangra énekel. Úgy vannak szétültetve, mint Maróti Debrecenbe szétültette, szoprán, alt, tenor, basszus. És a négy hangú énekeskönyvben énekelnek, és az apa is tenor volt, a fiú is tenor, az unoka is tenor, és ott vannak egymás mellett, és úgy énekelnek, és kórusba énekel a gyülekezet. Hát ezt szeretném egyszer elérni, hogy Kárpátalján minden gyülekezet négy hangra énekelni, mert azért van nálunk négy felosztva gyülekezet, ahogy bemegyünk, itt is két fele, itt ülnek az asszonyok, amatis asszonyok, itt férfiak, itt is férfiak. Minden gyülekezet így van az elosztás. Maróti György így akarta bevezetni, ő Svájcba tanult, hogy szoprán, alt, tenor, basszus, úgy megtanítani őket a saját hangjukra, és egyszer énekel orgona kísérettel. De hát ez már másik lapra tartozik szintén. A mai tükörben Horkai Lászlóval ugrálunk az emlékek között, hol 7 éves gyerekként, hol püspökként. Püspök lettem, az volt 8 évig, két cikluson keresztül, tehát arról egy külön könyvet lehet írni. Budapestre mentem repülővel Kijevbe. Ott nem találtam sehol szállást, mert minden szálloda színűti volt, akkor egy hajléktalan szállóba nem árultam el a csecseneknek, hogy én pap vagyok, mert még elvágják ott a nyakamat, sose tudni, hogy kik vannak ott. Betettem a bőrönd alá a palástomat, minden, és akkor beszélgettem őket, hát reggel még a bőrönbe segítettek hozni minden, még tejával megkínáltak, minden, annyira összebarátkoztunk velük. Gondolom, akkor külön felüdülés a gyerekekkel való munka most, akár a liceumi, kollégiumi igazgatóságra gondolok, vagy a cigány magam is gyerekeknek gyerekké lettem, cigánynak cigányá lettem, mindeneknek mindenné lettem, mert kell azonosulni az emberekkel, megérteni a helyzetüket. Én a gyerekeket most se szidom, vagy nem kényszerítem semmire, hanem szeretném rábírni őket arra, hogy gondolkozzanak a saját eszükkel. Ne csak parancsokat teljesítsenek, ne csak a tudást vegyék alapnak, mert annyi fölösleges dolgot a fejükbe nyomnak. Semmi hasznuk nem lesz belőle. Én semminek nem veszem hasznát, amit a középiskolában tanultam. Csak amit egyedül kutattam, kerestem, meg interneten megnéztem, azt mindet megtanultam. Tegnap este mit néztem még éjfél után? Újfajta egérfogókat, úgyhogy kólás újjából csinálnak egérfogókat, meg sörös dobozból, meg hogy a kínaiak milyen elmés egérfogókat találnak ki. Térjünk vissza még a püspökség, 8 év, amiről külön könyvet tudnánk írni. Szépen haladjunk egy kicsit. Azóta, hál' Istennek, sikerült még a családommal is foglalkozni, férjhez adtam. Két lányomat, fiam megnősült, a legkisebb Sárospatakon befejezte a lelkész munkatárs képzőt. Sikerült aztán, hál' Istennek, a családot is rendbehozni, meg közben építkezni is kellett, mert hogyha én kimegyek ebből a parókiáról, kell, hogy legyen hol lakni. Nem akarok Magyarországra áttelepülni, mert Forgonpál mindig hangozta, fiúk, itt kell maradni, a kapitány csak utoljára hagyhatja el a hajót. Én nyugdíjas vagyok. Mehetnék, mert lányomat lakik, fiamat lakik Miskolcon, mindenhol mehetnék, sőt, még mehetnék dolgozni is, mert azért tudnék kantorizálni, vagy beosztott lelkészén tudnám túl sokszor, mert még eldolgoznék, mert azért hál' Istennek még van mit prédikálni, szeretek prédikálni, ha nem is tudok, de igen, szeretek igét hirdetni, mert ez az életem. Jaj, nekem ha az evangéliumot nem hirdetem, mert a szükség kényszerít engem, és ha kis közösségben is vagyok, akkor csak erről kell beszélni mindig, mert ez a legfontosabb, az üdvösség. A többi az elmúlik mindent, ezt tudni. Mindig a lelkünk a legfontosabb, azt kell ápolni, nem csak kenyérrel az ember, hanem Istennek minden igéje van, mert az ő szájába származik. Most, hogy nyugdíjba mentem, hát sok tervem van,
Először is szeretném rendszerezni az összes irataimat, mindent a helyére tenni, akkor nem emlékiratokat akarok írni, hanem meg szeretném írni a kárpátaljai református egyház történetét az 1500 éves évektől. Mert vannak részletek, 10 év innen, 10 év onnan, de a világháború után a perestrojkáig kimaradt, ott egy fehér folt van. Én pedig részt vettem minden zsinaton. Zsinat csak úgy volt, titokba. Összejött 3-4 lelkész, leültek körbe az asztalon, és én bebújtam az asztal alá, ott volt egy nagy rojtos asztalkendő, és én fonogattam ki meg be, és végighallgattam, hogy mit mond a Fauris Endre bácsi, a Barkasi pap, Kása Ferdinánd, az volt a Csongori pap, Balogh Béla volt a bácsi pap, összejöttek. De hogy találkoztak? Nem szabad volt lelkészeknek meglátogatni egymást, hanem kérni kellett a bírótól engedélyt, hogyha elhagyhatja a falut. Édesapám ment a bíróhoz, hova akar menni. És le kellett jelentkezni, amikor visszajött. Megyek Csongorra disznót venni. Elment, felírták az órát, mikor indult el, mert minden pap megfigyelés alatt volt. Havonként egyszer munkásra behívták raportra. Megkérdezni, keresztelti háznál, kivel találkozott, nem? És ez nem besugás volt, hanem ellenőrzés. Barna bácsi hazajött a lágerből, havonta egyszer Ungvára fel kellett menni kihallgatásra. Ott kioktatták, mit csinált, hogy ez ilyen diktatúra volt akkor. És ő akkor elment Csongorra, bement egy-két házba, van disznó eladó, sovány volt, a másik drága volt, nem talált. Elment a templomig, ott Kása bácsinál, felment Ferdi bácsi, van disznó eladó. Megőrültél, azt mondja, disznó, hát mivel tartsam én? Tehát én disznót szeretnék venni, nincsen. Na gyere be egy kicsit beszélgessünk. Bementek, ott elmondták a legjobb híreket, mi történt a faluba, hívatták ki, vagy valami, mi helyzet Ungváron, és akkor utána visszament, leadta a cédulát, beírták, hogy mikor jött vissza, és megmondta, hogy nem tud a disznót kapni, nagyon drága a disznó. De így találkoztak egymás lelkészek, ezt már a fiatalok nem tudják. Azt mondom, a gyerekeknek volt ide, amikor tiltották a konfirmációt. Hát miért tiltották? Mi rossz van abban? Hittan nem szabad tanulni. Hát mi rossz van abban, hittamban? Istenről, miért nem szabad tanulni? Képzeld, egyik idő ellenség a másiknak. Olyan idők voltak, amikor azt nevezték rossznak, ami jó, és jónak nevezték, ami rossz. Egyháztörténelmi események. A tükör mai vendége Horkai László tiszteletes. Egy nehéz kérdés, vagy egy nehéz játék, de biztos valami érdekeset fog erre is válaszolni, hogyha azt mondom, hogy Kárpátalja. Ez igazat szóval mondani. Ha azt mondom, hogy Kárpátalja, akkor mi az, ami úgy eszébe jut? Kárpátalja az csak az 1870-es évektől volt így megemlítve, hogy Kárpátoknak az alja. Nem az jut eszembe, hogy Zakarpatszkai oblaszt, az egy rémálom Zakarpatszkai oblasztról, azt, amikor odaadták a szovjet-ukrán köztársaságnak ezt a területet, a Szovjetunió bekebelezte, utána Zakarpatszkai oblaszt volt, és Szernye Rivne volt, és bátyu Uzlovaje, meg Som Derenkovec, tehát Kárpátalja az Magyarország. Nem kell okoskodni, vitatkozhatnak, bizonyíthatnak, emelhetnek, emlékmékek, hazudhatnak, ilyebb és meg mindent, meg a tankönyvekbe írhatják, ősrégi ukrán főző, Zakarpatszka, Szlovenszka, Zemlje, ilyen könyvem is van. Kárpátalja 1000 évig Magyarország része volt, és soha nem mondtak le róla, hanem elvették. Írtam Orbán Viktornak egy levelet, amikor először megválasztották, mit várok az Orbán kormánytól. Megvan még a másolat is. Először is, hogy rólunk, ami megkérdezésünk nélkül ne döntsenek. Mert mi tudjuk, mit kell csinálni. És mi azt szeretnénk, 94-ben volt népszavazás, volt. Az egész Kárpátalja, még a ruszonikus szerettek volna egy autonómiát. Miért nem adták meg?
Mert attól félnek, mint a románok, hogy akkor mi kézbe vesszük a saját sorsunkat. Mert tudunk mi fát ültetni, tudunk tyukat ültetni, tudjuk, hogy kell a gazdaságot megszervezni Kijev nélkül is, meg Moszkva nélkül is. A magyar nép dolgozni szeret, engedjék meg, hogy ő neki földje legyen, saját ház legyen, és ne csapják be örökké, mindent ígérnek, és nem csinálnak semmit. Én megmerem ezt mindent mondani, mert az az igaz ember, aki azt mondja mindig, amit gondol. És én a szószéken csak azt mondhattam mindig, amit a lélek mondott. Én a szovjet időben is úgy hirdettem az igét, hogy ami abban volt, nem köszörültem az élét, hanem megmondtam. Én Kárpátalját úgy tekintem, mint hazámat. Én bejártam majdnem minden falut, és Zdenyivel jutok kezdve, voltam Volócon is, meg a hegyi falvakban is, fel tudom sorolni, Zdánova, Darabarátova, a Fogaras, az régen Zubivka volt, voltam Neresznicén, Bilkén, mindenfele bejártam, még nem csak kereskedőkromba, hanem azután is kíváncsiságból végig utaztam, Túrjapaszokat, Túrjeremetem, mindenfele, itt is ezeket a falukat, minden ismerem, még Packanyován is voltam, vagy Zsukovón. Azt se tudják, hogy hol van az a bogárfalva. Úgy ismerem a népet is, hogy ez itt a mi népünk. Kárpátalja mit jelent számomra? Kárpátalja az én hazám. Hát én nem vagyok földhöz ragadt ember, mert én elmondhatom, hogy a mi országunk mennyekben van. De ameddig itt élünk a földön, addig valahol otthon vagyunk. Tehát én itt Kárpátalján érzem magam otthon, akkor is, hogyha sárba kell járni, akkor is, hogyha büdös van, tele van szeméttel ez az ország, mert nem lehet azért mondani, hogy jól érzem magam. Én szeretnék sokszor elmenni Svájcba, most 10 napig ott voltunk, hát akármilyen tiszta, akármilyen szép minden, meg ragyog, egy cserét nem hiányzik a tetőről, nincsenek hajléktalanok, meg nincs betörésrablás, de nem érzem magam otthon Svájcba. Még Magyarországra is, ha átmegyek, valahogy más a légkör. Itt az emberek mind egyek velünk. El tudunk velük beszélgetni, otthon érzem magam, és én nem is szeretnék sehol menni, itt születtem, itt szeretnék meghalni, és de tudom, hogy nem ez az igazi hazám, én vándor és jövevény vagyok, és csak úgy, mint Ábrahám sátorba lakott, de várt az alapokkal bíró várost. Én nekem, ameddig nem hitben jártam, addig mindig terve volt, hogy valahol letelepedek, ott fogok élni. Most már nem ragaszkodok semmihez. Egy napra se szeretnék már itt maradni. Úgy mondom, mint Pál apostol, hogy ti értetek, szükségesnek látom Efezusban maradni, de már kívánva elköltözni és Krisztuson menni, mert ez mindennél jobb, mert van mennyország. Ezt aztán hiába tagadták Isten, akinek kijelenti, azt nem lehet utána becsapni. Nem lehet a napot letagadni az égről. Én hiszek, és tudom, hogy ez csak a látható világ, ez a mulandó. De a láthatatlan örökkévalók és a láthatatlanba átmegyünk majd, amikor szintről szintre fogunk látni. Ennélkül ne menjen fel senki a szószékre, és ne vállaljon még egyháztagságot se, hogy nincs ez a örök életbe vetett hite. Legyetek okosak, gyerekeiteket hozzátok el. Noénak a 3 fia bemegy.